Műsorunkban riportot láthatnak Gerencsérné Németh Erikával. A Beledi óvoda vezetője értékelte a 31. alkalommal megrendezett vers és prózamondó versenyt, és beszélt a farsangi előkészületekről. Én már 31. alkalommal szervezzük a könyvtárral közös rendezésben a vers és prózamondó versenyünket a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az idei évben 4 településről összesen 52 kisgyermek érkezett. Nagyon örültünk ennek a jelentkezési aránynak is, és azért külön örülünk annak, hogy minden évben erősebb színvonalú a verseny, tehát nagyon sok szép verset tanulnak a gyerekek, akár szülők, akár óvodapedagógusok segítségével. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek idén is, mert olyan előadásmódban, olyan szép kiejtésben, versválasztásban volt részünk, hogy igazán nehéz dolog volt dönteni a jó és a jobbak között. Milyen verseket tanulnak meg az óvodások ebben a korban? Mit szoktak ilyenkor elszavalni? Hát elsősorban magyar költők verseire írjuk ki a versenyt, tehát azt gondolom, hogy Magyarországon van nagyon-nagyon sok olyan versírónk, vagy írónk igazából a gyermekirodalomból, akik igazán méltóak arra, hogy ezeken a versenyeken a gyerekek részt vegyenek. Elsősorban gondolok Nemes Nagy Ágnes verseire, akár vagy Tandori Dezső, vagy Csóri Sándor, de az újak között is van Bartos Erika már, Kovács Mónika, tehát mindig vannak újabb és újabb mai költők is, akinek a verseit tanulják a gyerekek, illetve hát a régi írók verseit is elevenítik fel. Miért jó, hogy a gyerekek hát most versenyeznek idézőjelbe, tehát ki kell menni, el kell mondani a verset, az zsűrizék, tehát ennek van egy ilyen stressz helyzete, hiszen egyedül állott kint egy kis óvodás szembe vele, közel 100 ember. Hát igen, az idén is volt olyan óvodásunk, aki időközben meggondolta magát, és úgy döntött, hogy én itt mégsem. De az a szerencsénk, hogy igazából az 51 kisgyermek elmondta a verset, és ezt az 52-et is sikerült úgy rávenni, hogy a végén csak a zsűrinek elmondta a verset, úgyhogy mindenki úgy távozott, hogy azért elmondta a versét. Igen, ez egy stressz helyzet a gyerekeknek, ugyanakkor látni, hogy mégsem félnek a fellépésektől. Biztos vagyok benne, hogy sokat gyakorolják a verseket is, és azt gondolom, hogy maga az előadásuk is nem okoz különösebb gondot, különösen nagycsoportosoknál már abszolút nem. Ez a kislány egy középsős kislány volt, de nagyon ügyes volt. Az idei évben meglepetésre több volt a középső csoportos gyermek versmondunk, mint a nagycsoportos, és megjelentek a kis csoportosok is négyen, akik tündérjen aranyosan, ügyesen elmondták a versüket. Ön említette, hogy több településről érkeztek. Milyen települések? Visszatérő településeink vannak, olyan jó érzés, hogy mindig a kollégák már ránk telefonálnak, hogy melyik napon, melyik hétvégén tartjuk ezt a versenyt. Répcelak állandó vendégünk, Mihályi állandó vendégünk, Cirákról érkeztek most gyerekek, és a legújabb település Hegyfalu, aki bejelentkezett, hogy szeretne ezen a versmondó versenyen részt venni. A többi településre is kiküldtük a meghívókat, de betegség miatt nem tudtak jelen lenni, hiszen nálunk is az óvodában a múlt héten mindössze 14 gyerek volt a 65 gyerekből, mindenki beteg volt. Tehát szinte. Az influenza az megjelent most? Hát szerintem igen, mostomból igen. Bár a hétre már jöttek vissza, mert most már azért a több mint fele itt van. Tudunk eredményt is mondani? Igen, nagyon szép eredmények születtek, egy kis puskát hadd használjak. A nagycsoportosoknál első helyezést egy kisfiú Borbé Dominik érte el a mi óvodánkból, megosztva első díjat Pintér Édő a Lénával, aki répcelaki óvodás, második helyezett lett Horváth Elena és Tompos Bella, harmadik helyezett Nagy Ada Móli és Németh Barnabás, a középső csoportokból pedig csoportból Dian és Szófia Lotte, hegyfelusi kislány, Mészáros Nóra répcelaki, Halász Frida Beledi, ő második helyezettek, harmadik helyezett Tövisi Dominik Mihályi és Horváth Bence is Mihályi, a kis csoportosok közül pedig Petró Délia répcelaki, Mennyhárt Csenge Beledi és Kálmán Luca, valamint Horváth Franciska is Beledi óvodások.
farsangra is készülnek. Én úgy tudom, február 10-én hétfő lesz a farsang mulatság itt a Beledi óvodában. Minden csoportba beöltöznek a gyerekek. Mi az, amit elmondanak a farsangról a gyerekeknek? Ez a népszokás, ez a, hogyan jelenik meg az óvodai mindennapjaiban ilyenkor? Illetve hát igazából miből áll egy ilyen mulatság? Hát igazából az óvodai nevelési programunk egyik fő témaköre a második fél évben ugye a farsang, a télbúcsúztatásról szól a gyerekeknél, és készülünk a tavaszra már. Ilyenkor már a verseket, a vidám, tréfás verseket, csúfolókat tanulgatják a csoportokban. Nagyon-nagyon készülnek rá a gyerekek, valóban beöltözéssel, és akkor a tornaszobában egy közös farsangi bált tartunk, hogy mindhárom csoport együtt lehessen, bemutatkoznak, ki milyen jelmezbe öltözik, és együtt ünnepelünk. Farsangot követően tavaszi időszak jön, hát gondolom várják itt az óvodában a gyerekek, hogy minél előbb ki tudjanak menni az udvarra. Így van, annak ellenére ma is, vagyis most is kimennek a gyerekek, tehát a napi fél óra levegőzés szinte kötelező, ha olyan idő van, nagyon erős szél van, vagy csapadék van, akkor esetleg nem. Szerencsére az óvodánk udvara olyan lehetőséget biztosít, hogy nagyjából minden áldott nap ki lehet menni. Ha mégis esősebb az idő, akkor pedig itt a mellettünk levő területen, az óvoda épülete mellett van egy parkoló, oda szoktak menni, vagy esetleg sétálnak a városban. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.